Dicsértessék a Jézus Krisztus! Krisztusban, kedves jó testvérek, ha kinyitjuk a Hozsanna ima könyvünket a 7 főbűnnél a 33. oldalon, ugye már hármon túl vagyunk, a harag, a lustaság és a torkosság, már azt át elmélkedtük, és most a következő főbűn, amiről elmélkedünk, az az irigység. De még mielőtt, hogy belemerülnénk az irigységről szóló gondolkodásba, kérem szépen egy kis történetet hagyd meséljek el. Élt egyszer egy asszony, aki borzasztóan irigy volt. Dolgozott a kis kertjében, élte a kis életét, de bizony soha nem adott senkinek semmit, nem volt nagy lelkű, nem volt egy adakozó típus. Amikor a piacon árult, akkor soha nem engedett. Egyik nap hazafele ment a piacról, maradt még némi olyan hagyma ott a kosár alján, amit nem vittek el az emberek. Egyik kapu ajban egy koldus ült, nyújtotta a kezét, hogy hát adjon valamit. És hát ugye az asszony meglátta a hagymát, na, már mindegy, ne te, oda dobta neki azt a kis összekötözött néhány szál hagymát. Azt mondja, aznap éjjel meghalt. És a halála után beállt a mennyország előtt kigyózó sorba, hogy hát kéne neki is egy hely. Hát így odajött Szent Péterhez, bizony Szent Péter lapozgatta a nagy könyvet, lapozta jobbról, lapozta balról, nem ön talált benne semmit, ami segített volna. Akarta a fejét az öreg, azt mondja. Hát nem értem, utolsó. És csak adtál ajándékba egy hagymát. Na, ide figyelj! Ez a hagyma bejuttathat téged a mennyországba. Tessék, itt van egy hagyma, megfogod. Érzed, milyen könnyű lettél? Mondja neki Szent Péter. Na, fogd ezt a hagymát, ne engedd el, és ez fel fog téged emelni a mennyországba. És az asszony érzi, hogy tényleg milyen könnyű lett, mint a pille, fogta azt a hagymát, és mint egy lufival a kézben, elkezdett szépen emelkedni fölfele. Na, a mögötte álló lélek, akkor ezt meglátta, megfogta az asszony ruhájának a szegélyét. Ő is könnyű lett, ő is elkezdett emelkedni. Aztán a harmadik, a negyedik, az ötödik, a hatodik. És a végén már a mennyország felé, fölfele emelkedve kérdez szépen a hagyma után, majdnem 100-an lógtak egymás alatt. Azt mondja, nézte, már majdnem ott volt a mennyország bejáratánál, már majdnem ott volt a leszéső felhőnél, amire fel tud kapaszkodni. Ezt csak lenézett, észrevette azt a sok-sok lelket, aki mind az ő hagymáján keresztül akar bejutni a mennyországba. És feltámadt benne az irigység. És elkezdett kiabálni. Elvéj, hagyd már! Menjetek innen, menjetek innen! Elkezdett rugdalni, csapkodni. És bizony a nagy csapkodásban, rugdalózásban elszakadt a hagymának a szára. Hát kedves jó testvérek, amikor az irigységről beszélünk, ugye talán az ember úgy tudja is, hogy mit jelent az irigység. Hát amikor valaki félt valamit, vagy nem akar valamit, ne odaadni. Hát ne keverjük össze, kedves testvérek, az irigységet a fösvénységgel. Mert a kettő nem ugyanaz. Mert ha megnézzük itt a 7 főbűnt, ott van a fösvénység is a főbűnök között. Az irigység az nem azt jelenti elsősorban, hogy én annyira akarok valamit, hogy nem akarom odaadni. Az irigység sokszor inkább azt jelenti, hogy én irigylem azt, ami a másiknak van. És erről úgy másik egy kicsit modernebb történet. Egyszer odajött hozzám egy lány, egy ilyen 16 éves forma lány, és hát úgy elmondta, hogy hát ő annyira irigyli ezeket a sztárokat. Ezek milyen szépek, hogy azok milyen, az összes olyan gyönyörű, híresek, filmekben szerepelnek, meg fényképezik, meg minden, és úgy szeretne sztár lenni. És ő biztos benne, hogyha neki olyan szája lenne, mint az Angelina Jolie-nak, olyan szép kis mosolygós, kis kunkorodó, akkor ő biztos, hogy jobban szeretnék a fiúk. Hát, hogy ránéztem és mondtam, hogy hát kincsem, hiába olyan szép a szád, mint Angelina Jolie-nak, olyan úgy nézett, mint Csubakka, hát tudom, mi nem estek hasra tőled a fiúk. Hát kedves a testvérek, sokszor az irigy ember nagyon vágyik valamire. Ne értsük félre, azt, hogy az ember vágyik valamire, az még magában nem baj. Hát ezek a vágyak hajtanak előre bennünket, nem? Hogy a gyermekemnek legyen ruhája, hogy tudjon jól tanulni, vagy hogy én elérjek valamit az életben. Ezzel nincsen semmi baj, mikor az ember vágyik, szeretne valamit. De amikor már arra vágyik, ami csak a másiké, amit már ő elért, amikor állandóan azt mondogatja magában, hogy bezzeg neki. Bezzeg a másiknak milyen jó. Neki milyen szép a kertjében a fű.
meg hogy neki milyen jó, mert ő még egészséges, meg hogy milyen gazdag. Hát kedves úr, testvérek, sokszor az embert az irítség, ez az állandó, rendezetlen vágyakozás arra hajtja, hogy ne tudjon örülni annak, ami neki van. Egyszerűen ne tudjon boldog lenni abban, amiben él. Mert testvérek, az Isten az embert boldognak teremtette, de az irigy ember képtelen boldog lenni. Mert állandóan azt látja, hogy na neki, meg neki, meg neki milyen jó. Én meg csak itt ülök a fűben. Ott pislogok, mint a béka a lecsóba, ahogy szokták mondani. Hát kedves jó testvérek, az irigy ember sokszor onnan ismerhető meg, hogy nem képes mosolyogni. Nem képes azt észrevenni, hogy neki is van. Mindig csak a másik a szebb. Az irigy ember éppen ezért egy nyugtalan ember. Egy olyan ember, aki állandóan csak azt lesi, azt nézi, hogy na a másiknak mi jutott. Képtelen sokszor magába néz. Képtelen arra, hogy észrevegye, hogy nekem is van valami. Bizony sokszor fel sem tűnik, milyen irigyek vagyunk. Egyszerű példa. Amikor Nyíregyházán szolgáltam, mint káplán, egyik reggel ugye kiültem gyóntatni, mert úgy, hogy a 645-ös mondta az egyik atya, másik gyóntatott, és aztán cseréltek. Első misézet, második gyóntatott. Na jó. Na én a 645-ös alatt gyóntattam. Ülök a gyóntatószékben, ez csak kinyílik az ajtó. Bejön egy úriember, és elmondta, hogy hát, tisztelendő, most megyek a börtönbe. Hát mondom, mi történt? Hát, mondja, hogy már 5 éve benn volt, csak ugye jó magaviseletét kapott, 3 nap eltávot, és most reggel 8-ra menni kell visszajelentkezni, hogy visszamegy a börtönbe. Hát mondom, ez valamilyen szinten tisztelendő, hogyha valaki nem elmenekül, hanem azt mondja, hogy hát ez mind nekem jár, aztán tudjuk le. Jó. És azt mondja nekem az úriember, azt mondta nekem ez az úriember, hogy tisztelendő úr, tudja, az emberek nem jönnek rá, míg börtönbe nem kerülnek, hogy milyen jó egyedül zuhanyozni. Vele gondoltam én is. Sokszor az ember nem veszi észre, mi mindenje van. Sokszor nem veszük észre, hogy az, amink van, talán nem is olyan szörnyű. Talán nem is olyan rossz. Mert mi van, ha sokkal rosszabb lenne? Mert lehetnék béna. Lehetnék vak. Lehetnék süket. És az emberek sokszor elfelejtenek hálát adni azért, amiük van. Nem tudom, beszéltem már itt, de hát tudja a Manon, annyi mindent beszéltem már, így van, csak jár a szám. Ezzel a Nick Vujic nevű úriemberről. Na most ez a Nick Vujic, kérem szépen, ő úgy született, hogy nem volt keze meg lába. Egy kis csirkecombot pantán a jobb lába helyén, és ennyi. Nem tud felöltözni, nem tud, igazából alig tud valamit csinálni. És megdöbbentő módon ez a Nick Vujicnak van egy nagyon érdekes hitvallása, amikor ezt mondja, hogy el kellett döntenem, hogy mit akarok jobban. Haragudni Istenre azért, amit nem adott, vagy hálát adni azért, amit adott. És kérdez szépen ez a Nick Vujic, több ezer embernek tart előadásokat, sportcsarnokokat tölt meg, és arról beszél nekik, hogy adjatok hálát azért, amitek van. Na most erre az irigy ember képtelen. Hálát adni azért, amilyen van. Ezt nem tudja megcsinálni. Sokszor az irigy embernek, ahogy mondtam már korábban, bizony a szeme nem a saját dolgait, nem a saját életét, hanem a másikét nézi. Kedves úr, testvérek, az irigység tönre tudja tenni az ember életét. Fel sem tűnik. Egyik percről a másikra roppan és széthullik. Amikor az ember állandóan csak azt látja, hogy bezzeg neki, meg bezzeg a másiknak. Amikor az ember állandóan csak azon gondolkodik, hogy mit csináljak, hogy legalább olyan legyen, és amikor eléri, nem tud neki örülni. Hát persze, hogy nem tud már egy idő után imádkozni. Hát persze, hogy egy idő után feladja. Hát persze, hogy eltűnnek mellőle a barátok, az emberek sem vakok. Hát persze, hogy van úgy, hogy tönkre megy a házassága, mert nem tudja jobban szeretni a másikat, mint a hibáit, ahogy zavarják. Hát kedves testvérek, ezért is kell nekünk vigyáznunk arra, hogy az irigység ne legyen úr a mi életünkben. Hogy ne engedjük, hogy másoknak az élete, másoknak a dolgai a mi életünktől elszakítsanak bennünk.
Hány mert hány fiatalnak ment tönkre az élete, mert olyan akart lenni, mint egyik vagy másik sztár, vagy egy focista. Emlékszem, egyszer ajakon beszéltem egy sráccal, hetedikes volt, szörnyű rossz tanuló, szinte mindenki bukásra állt, és mondom neki, hogy mi lett belőled, ha nem tanulsz? Se a körit, se a magyar, se a fizikát, semmit nem tanulsz. Mi lett belőled? És azt mondta a gyerek, én nem akarok törít meg fizikával foglalkozni, én focista akarok lenni. És mondom neki, hogy úgy őszintén, az iskolákban hányan akarnak focisták lenni? Hát, szerintem, vagy 30-an. És mondom, szerinted hány ember kell egy foci meccsre? Hát 11. És tudod, Magyarországon hány százezer gyerek akar focista lenni? És elhiszi, neki nem kell semmi. És aztán csodálkozik, amikor nem éri el, amikor képtelen rá, mert nem kell 100 000. Csak az a 11. Csak az a 30-40 darab. Hát kedves úr testvérek, sokszor bizony az irítség romlásba képes dönteni az ember életét, lelkét. Nem szabad hagyni, hogy eluralkodjék rajtunk. Nem szabad hagyni azt mondani, hogy bezzeg neki. Észre kell venni, körül kell nézni, hogy nekem is van, mitől boldognak lennem. Nekem is van olyan, amiért hálát adhatok. Ha lehet, hogy nincs annyi pénzem, de talán még látok. Még hallok. Még ki tudok kelni az ágyból segítség nélkül. Az már valami, nem? Van, aki azért fizetne, hogy megtehesse. Nekem meg ingyen van. Emlékszem, például az egyik idős néni, ugye elmentem hozzá első péntekre áldoztatni, beszélgettünk, ugye megkérdeztem tőle, hogy hogy érzi magát. Jaj, tisztelendő, olyan jó, hogy fel tudtam ma reggel kelni. Ugye? Hát kedves jó testvérek, az irigy ember sokszor erre képtelen, hogy hálát adjon. Hogy azt tudja mondani, hogy nekem is van. Igenis imádkozzunk azért, hogy az irigység szelleme ne legyen úrami életünkön, ne legyen úrami tetteinken, hanem valóban Krisztusnak az ígérete, Krisztusnak a szeretete éljen bennünk. Ámen.